piramust! Kicsit várj, majd találkoztok. E sírnál. És most következzék el lámpás, e holdbéli ember. Holdbéli ember. Én sok mindent látok. Sok mindent nem látok. Holdbéli ember vagyok. Már senki. Mihely megjön ki. Ez Nina sírja. De mondd, holdbéli ember. Látod-e kedvesem? Ó! Látom ott messze, dobog a szíve, dobog a létre, jön repeső kebellel. De látok mást is, látok egy félelmetes oroszlánt, aki most ütött le egy marhán. Hoppáján lucskos a szőr a marha vérétől, jól lakott, de lustán erre felé lépte. Vigyázz! Hol az anyag?
Kedves nézőink, köszöntöm Önöket! Itt az AVKF TV riportra jelentkezik. Szörnyű tragédia történt. Két fiatal tragikus körülmények között hunyt el. Oknyomozó riportokat a helyszínre küldjük. Kérem, tekintsék meg az ott készült riportot. Igen, stúdió, itt vagyok. Itt vagyunk a városfalnak a tövében, Nina sírjánál, a nagy Eperfa alatt, és itt történt ez a kettős gyilkosság, ami ügyében nyomozunk és oknyomozó riportot folytatunk. Szeretnénk fényderíteni erre a tragédiára és ennek okaira, ezért megkerestük a család barátait, a családot, a hozzátartozókat, ismerősöket, hogy segítségül szolgáljanak nekünk. Itt vagyunk Tisbe családtagjai, és szeretnénk megkérdezni, hogy valamit mondjon erről a történtekről, hogy mi történt. Mit mondjak? Most vesztettem el a nővéremet, és maguk idejönnek, romokban van a családunk. Csak szeretnék egy-két mondatot hallani, hogy mégis mit gondol az esemény, hogy mi történhetett erről. Hát sajnos őt nem tudtuk nyilatkozatra bírni. Megpróbálkozunk a másik szülőnél. Kedves nézőink, megpróbáltuk Pirámus családját megkeresni, de sajnos nem találtunk senkit, de ahogy most látom, mintha ott lenne az egyik családtag, úgyhogy most gyorsan oda fogok menni, és meg fogom kérdezni, hogy mi volt az egész történetnek az alapja. Legyen szíves, hölgyem, legyen szíves, csak egy pár szót szeretnék arról, hogy mi történt tulajdonképpen. Az öcsém elvesztése az egész családot megviselte, nem akarok beszélni. Nem jelentkezik. Go! Ülj már innen a francba, már ne szórakozz! Kedves nézőink, ellátogattunk a helyi temetőbe ismét, ahol megkerestük a helyi sírásót, Hant Árpádot, aki jelenleg is buzgolkodik a sír körül. Uram, legyen szíves, uram! Az AVKF TV-től jöttünk, és szeretnénk kérdezni, hogy tud-e valamit erről a gyilkosságról, amit Nina sírjánál történt. Ja, ott feküdt a két emberke, csaj meg a csávó, és volt náluk egy pisztoly, és mind a kettő ott feküdtek. Hát ezt nem mozdultak, gyarús volt egy kicsit. Úgyhogy nem tudom, úgy sem szerették egymást, anyja meg az izé, meg a másiknak a faterja is izé kavartak, nem szerették egymást. Én tudom, mi volt ez, kérem szépen. Nem tudom. Van tüze? Nincs, nem baj. Járkáltam meg minden, és akkor ott feküdtek. Nem tudom. Az éjszaka folyamán hallott valamilyen zajt? Volt lövés, lövöldöztek ide, azt hittem, hogy itt a huligánok megint döntögetik a sírokat. Ha nem foglalkoztam velem, mert most mit tudok csinálni? Kimegyek, az fejbe lőnek. Ha nem, aludtam tovább. Bicolgattam egy kicsikét, meg cigiztem, meg aludtam. Nem foglalkoztam vele. Nem. Ismeri a rokonságot is esetleg? Nagy balhésok voltak, egy állandóan balhésztak, jártak ide meg oda, találkoztak, az utcán ugattak egymást, de nem foglalkoztam azzal se, kérem szépen. Nekem megvan a magam dolga, kapálom a sírokat, meg rendben, akkor nem foglalkozom vele. Kész, köszönöm. Hant Árpádot hallottuk, és tovább folytatjuk oknyomozó riport. Kedves nézőink, miközben az elmúlt percekben önök oknyomozó riporterünk felvételét és riportjét tekinthették meg. Kollégáim jelezték, hogy egy újabb érdekes esemény történt városunkban. A helyi állatkertből eltűnt egy oroszlán, láthatják képernyőnk önt, hogy kiről is van szó. Csatornákhoz eljutott egy amatőr felvétel. Kerestük Fischbaumer Rozáliát, az állatkertnek az igazgatónőjét, és szeretnénk megkérdezni tőle, hogy mikor derült fény arra, hogy az oroszlán eltűnt. Hát tegnap este etetéskor derült fény, hogy Nokedli az oroszlánunk eltűnt. Nagy tragédia ez számunkra, mert most már a második etetésből maradt így ki, és nagyon aggódunk, hogy nem-e fog felfalni valakit.
egyébként meg kanos, mert most vittük volna Berlinbe az állatkertbe pároztatni szegénykét. Hát bízunk benne, hogy nem lesz semmi probléma, és elő fog kerülni. Rendkívül vad, megkérünk minden kedves nézőt, hogy senki ne próbáljon a közelébe menni, mert rendkívül agresszív és támadhat. Köszönjük szépen, tehát ahogy ő elmondta, mindenki legyen nagyon óvatos, és ne próbálják befogni. Nagyon köszönjük a riportokat és a felvételeket. Mint láthatják, kedves nézőink, a stúdióba a vendégeket hívtunk. Szeretettel köszöntöm vendégeinket, Ella Fokker és szakértőnket. Először szakértőnkhöz fordulok, és tőle szeretném megkérdezni, hogy mi a szakvéleménye erről az eseményről. Azt mondta, hogy itt vagyok, és tessék engem megérinteni. Mászta van, aki nem érti. Pilamos és Tisztba, két szerelmes, soha nem érintették meg egymást. Falakba ütköztek. Azt gondolom, ismertünk ezt a falat. Államtitkárasszonyhoz fordulok, mi az ön véleménye erről az eseményről? Ez nem valami falrengető történet. A fal.